ilyen apró törmelék formájába kerültek elő az agancsok. Számos régészeti jelenséget is megfigyelhettek a látogatók a geológus kertben. Ezen a napon szakemberek vezetésével tekinthettek be a történelem előtti idők nyomaiba, így az ősember szerszámkészítésének, eszközeinek születésébe is. Jura időszaki rétegekben van egy bizonyos kőzet, amit nagyon szívesen használtak elején kőeszköz készítésére, és ezt az eredeti helyéről bányászat útján nyerték ki. A tatai kovabánya az egyik legrégebben ismert Magyarországon, a 60-as években találták meg, és amikor a park készült, akkor ezekre a bányagödrökre is egy bemutató helyet létesítettek. A Geotóp Nap országos kezdeményezés keretében nagyobb figyelem irányult azokra a területekre, melyek földtani szempontból jelentős értéket képviselnek, ugyanakkor védelemre is szorulnak. Hát ez a geológus kert eleve egy nagyon különleges helyszín. Ugye lehet, hogy aki először idejön, akkor az egy kibelezett kőbányát lát, de ez már rég nem csak az, nagyon szépen parkosították a területet elődeink, és mi is igyekszünk úgy tartani. És amellett, hogy a 20. században itt mészkőbányászat folyt, az ősember 5-7000 éve tűzkövet bányászott. Ugye nagyon érdekes, hogy ez a domb 99% mészkő, és ezt az 1% tűzkövet, pontosabban radiolaritot fejtette itt az ősember szerszám alapanyagnak. Azt gondolom, hogy ez egy sokkal minőségibb bányászat volt, mint a modernkori mészkőbányászat. Tehát a geológiai értékek mellett nagyon komoly régészeti értékeink is vannak. A tűzkő pattintás pedig nem könnyű dolog, ezt egy bemutatóval is demonstrálták a szakemberek. Rendkívül pontos és időigényes munkát kívánt az eszközök előállítása. Minden korszakban meghatározó eszközfajták, eszközcsoportok voltak használatban, ugye attól függően, hogy mivel foglalkoztak az adott kultúra emberei, vadászattal, földműveléssel, stb. Most például ugye itt, ami nyomásos pengepattintást fogok csinálni, ezek főleg nyílhegyekre és sarlóbetétekre voltak használva, nyírfagyantával ragasztották be őket agancs vagy fa foglalatba, és a bronz eszközök széles körű elterjedéséig ezeket használták. Az interaktív és családi programok a geológus kert kevesek által ismert titkait is feltárta, a programon tanultakról pedig kicsik és nagyok egy feladatlapon is számot adhattak.